Kevesen gondolnák a helyismerettel nem rendelkezők, hogy Paks és Dunakömlőd között a természetben felelhető 5 kilométer mennyi érdekességet vonultat fel, amit legalább egyszer látni kell. Amiért érdemes gyalogolni, ami anélkül, hogy bárhova is elutaznánk messzire, költségkímélő módon képes kimozdatni a hétköznapok vagy éppen a hétvégék egyhangúságából az embert. Éppen 5 éve fogtak össze eme nemes cél érdekében a Dimbes-Dombosan is feletté változatos terep ismerői, a Kömlődi borbarátok, akiknek csinos kis tanyáik birtokait felvonultatja ez a szüllészkedésre borászkodása is felettébb alkalmas vidék. Elindították hát az úgynevezett fröccstúrákat, ami jóval több volt annál, hogy a cirka 10 kilométer megtétele közben és a túra végén jó borokat fogyasszanak a pörköltek és egyéb étkek mellé. Igenis, itt gyakorlatilag Pakstól 5 kilométerre itt vannak csodák. Akár a táj csodája, akár a borok csodája, akár a gasztronómiának a csodája, és ezt próbáljuk mi egy kovásszá ötvözni, egybegyúrni, és ez adott a 9 kilométeres túra alatt bemutatni itt a résztvevőknek, a lakosságnak, paksiaknak, dunakömlődieknek, de most már hála Isten olyan híre van a túrának, hogy érkeznek hozzánk Tatabányáról, érkeznek hozzánk Budapestről, Kistarcsáról, Kecskemétről, sőt Oroszországból, illetve Finnországból is jönnek most már résztvevők. 8 állomást járt be 6-7 óra leforgása alatt 100-nál is több résztvevő. Kiinduló pont a Kömlődi faluház volt, onnét bizonyos időközönként indították útra a kisebb-nagyobb csoportokat. A második állomás a térség idegenforgalmi vonzerővel bíró nevezetessége, a Luszónium emlékhelye erődítményének maradványai voltak. Elérve a tengerszint feletti 102 méteres magasságot, és az ezt követő lejtmenetben, majd újra hegymenetek végén felbukkant egy-egy állomás, éppen a legjobbkor, amikor már a gyalogos és a 35 fokos hőség együttes terhelésének hatására az edzettebb turista is azonnal árnyékot, no és hűsítő rozékat keresett, és persze kapott is. Két dolgot kíván a férfi. A második a jó bor, ha már vénül fölcseréli, az elsőt csak ók. Igen, a bor és a gasztronómia kínálata mellett a helyi irodalom már kötetet is jegyző, képviselő és jelen volt az egyik állomáson, ahogy az a komolyabb bortúrákhoz illik. Kanyarog olykor elágazik, a tisztások, gyümölcsös kertek, erdei ösvények övezte, meglehetősen változatos teret. De a jól látható és gyakori jelzéseknek köszönhetően nehéz eltévedni. A túra közepén panorámás kilátás nyílik az atomerőműre, majd a Dunára való kilátás ad élményt. Egy Budapestről érkező vidéki házaspár férfi tagját elragadta a nosztalgia az eddig látottak alapján is. Egy kicsit visszanyúlva a gyerekkoromra, meg a nagyszülői házhoz, egy kicsit betekintést kaptam abba, hogy milyen volt annak idején, amikor fiatalként, kisgyerekként a nagyszülőkkel jártuk a vidéket, és szőlőbe mentünk metszeni, onnan haza kellett sétálni, és az a közösség, ami ott is megvolt, és itt is megtalálható, az szerintem nem ad vissza semmilyen fajta egyéb más olyan ömlesztett turisztikai értéknek megfeleltethető értéket, mint ami itt van. Minden állomás igyekezett az előzőekhez képest valami mást, kicsit újat adni, mint az előző. A sípája és környékének zöldbe borult dombsága alpesi tájat idézett egyenesen. Különösen, amikor az itteni gazda átvonultatta a tájba nagyon illő marhacsordát. A borinyencek több állomáson is keresik a valamikor híres paksi sillert, ami az elmúlt évtizedekben csak nem kiveszett a kínálatból. Éppen ezért az eredeti, az igazi hiányzik, és emiatt vannak, akik hamisítják. Nos, itt a kuriózumot mutatják meg a gazdák, az eredetit, és beavatják a kulisszák mögé a siller készítése iránt érdeklődőket. Született szőlőket levagyózzuk, néhány órát hagyjuk állni a kádon, leválasztjuk a levét a szőlőnek, és utána fehér borként kezeljük ezt a mustot, és ebből egy ilyen nagyon könnyű, nagyon jól fogyasztható bor készül. Más, mint a rozé, más, mint a vörös borok. Szép rubin színű világos bor,
alkoholtartalma is jó, ha nem magas, tehát körülbelül, mint a rozéjé, egy olyan 11-11,5 alkohol százalékos bor, ami egy könnyen iható, jól fogyasztató, könnyű bor. A túra vége felé egy régebben már Magyarországon élő finn férfit kérdeztünk a tapasztalatairól, aki az interneten lehet rá erre a szabadidős programra. Fröccs túra, ez a Marton napi is voltunk, ezek nagyon jó dolgok. Ez itt olyan sokat lehet csetálni, ez friss levegőt kapni, finom fröccsöt, finom kaját, ezt kell nyomni. Ez finom kaja, ez biztos lehet eladni. A Fröccs túra végállomása természetesen a kömlődi pincesor volt, ahol a bor és a gasztronómia csúcsrajáratásával, marhapörkölt és a híres kömlődi halászlé prezentálásával, este magyaros tanyabulis hangulattal zárult Kömlődi és Paks határán már most is túlmutató rendezvény. Go, go, go. Go, go, go.